A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-én alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a Polgári Védelem Világnapjának megrendezéséről. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából tartottak ünnepi állománygyűlést a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon március 1-én. Faragó Sándor tűzoltó alezredes az alkalomból elmondta. A 2012-ben életbe lépő új katasztrófavédelmi törvény értelmében a szervezetük megújult. Az alaptörvény is kimondja, hogy a közbiztonság olyan közügy, melynek fenntartásáért, helyreállításáért az államon kívül az állampolgárok is felelnek. Helyi települési szinteken már közbiztonsági referensek dolgoznak, felkészítési, mentési, védekezési tevékenységet látnak el. Veszélyhelyzet esetén fontos az állampolgárok bevonása, de hasonlóan jelentős a Nógrád megyében egyre erősödő önkéntes mentőszervezetek munkája. A polgári védelem érdekében az állam és a lakosság mellett a harmadik pillért a katasztrófavédelem adja. A mi személyes példamutatásunkon, teljesítményünkön, etikus magatartásunkon múlik, hogy sikerül-e felépítenünk egy biztonságosabb Magyarországot. Olyan emberekre van szükség, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek, és akik a társadalom előtt becsülettel képviselik szakmájukat és az egyenruhájukat. Az elmúlt 18 év során a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet bizonyította, hogy munkája nélkülözhetetlen, és a baj órájában minden esetben segítő kezet nyújt a bajba jutottaknak. Seres Tibor tűzoltó ezredes igazgató elmondta, mindenki legyen büszke arra, hogy alaptevékenységük meghatározó részét képezi a polgári védelem. Ez is egy olyan jellegű tevékenység, hogy amikor nincs baj, amikor nem kell beavatkoznunk, akkor ugye előkészülünk arra, fölkészülünk arra, hogy eljöhet az a pillanat, amikor be kell avatkoznunk. És általában akkor kerülünk mi is a figyelem középpontjába. Mivel alaptevékenységünk a polgári védelmi tevékenység is, ugyanolyan súllyal rendelkezik abban az összetett folyamatban, amiben mi tartozunk, a védelemben, és mindenki legyen büszke arra, hogy ezekkel a speciális szakmai ismeretekkel is rendelkezik, szakterületenként értelmszerűen kisebb, nagyobb mértékben, de adott esetben mindenki a rendkívüli helyzetben is megtalálja a feladatait. Az ünnepi állománygyűlés koszorúzással zárult. A világnap alkalmából Budapesten országos elismeréseket adtak át, Nógrád megyében ketten is kitüntetésben részesültek. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ma tartották meg a Polgári Védelem Világnapja alkalmából megrendezett központi ünnepséget. Ennek keretében ketten is elismerésben részesültek Nógrád megyéből. Az egyikük a Karan Speciális Mentőszolgálatban jelentős szerepet vállaló Szarvas Sándor, aki egyébként hivatásos állományú tagja is a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Ő belügyminiszteri elismerésben részesült, illetve az Ipoly-völgyi különleges mentőcsoport tagja, Hegedűs Péter, ő pedig a főigazgató úrnak az elismerését vehette át. Megyénkben egyébként 5 önkéntes mentőszervezet működik. A Palóc mentőcsoport tagjaiként évről évre egyre jelentősebb szerepet vállalva a lakosság védelme érdekében.